Regőben június első hétvégéjén kerül sor a hagyományos lovasnapokra. A kétnapos rendezvényen különböző kategóriákban, például fogadhajtás és vadászhajtás, állhatott rajthoz a 38 főként Tolna megyei versenyző. 21. alkalommal került megrendezésre a regői lovas napok. Ennek az előzménye egy baráti összejövetel volt, és ebből nőtte ki magát egy ilyen nemes versenyre. Három kategóriában indulnak a versenyzők. A C kategóriás kettes fogadhajtás, póni fogadhajtás, illetve D kategóriába. Most idén először rendezünk egy negyedik kategóriába is, az egyes fogadhajtás. Ez egy külön igényük volt a C kategóriában versenyzőknek, hogy legyen egy egyes fogadhajtás is. A szervezők ízletes ételeket és italokat árusító sátrakkal várták a közönséget. Mi kijárunk ide Regőbe a fogadhajtó versenyre, én is fogadhajtó vagyok. Minden évben itt szoktunk lenni, már 22 éve van itt fogadhajtó verseny. Össze a Szüreti Fesztivál van, Szüreti Fesztiválra szoktunk jönni. Regői, én Szakályi vagyok. Én nagyon keveset tudtunk készülni, mert sokat dolgoztunk, de megpróbálunk minél többet, én is, öcsém is. Megpróbálunk felváltva hajtani, vagy együtt. Hát igazából hobbisták vagyunk, pár versenyre tudunk csak eljutni. Örülünk, hogy itt lehetünk ismét. Regőiek vagyunk, helyben vagyunk. 95 óta hajtok. És voltam többször országos versenyen, fedeles bajnokságokon, négyes fogatot hajtottam, 2000-ben aktívan, 2007-ig aktívan mentünk pályán, nagyon sok serleget első helyezettem volt. Most már igazából azt mondom, hogy a tinédzsereket segítek nekik, amiben tudok. A 21. regői lovasnapok első része sok érdeklődővel, jó hangulatban, szép időben telt.